Arról beszélgettünk, amikor ez az előadás készült, hogy én meg beszélek itt a térinformatika, önkormányzatok, közigazgatás témakörében valamiről. Ugye előtte már nagyon sok mindent mondtak, és akkor én is elgondolkodtam, hogy elkezdtem készíteni az előadást, és arra jöttem rá, hogy vagy egy olyat sem, mint a Gábor, hogy a szlájdokra felírok mindent, és akkor megpróbálom elmondani. Szerintem rájöttem, hogy ez nem fog menni. Arra is gondoltam, hogy egy kicsit beszélek a múltról, egy kicsit a mai dolgokról, de valami hihetetlen sok minden van ebben a önkormányzati, kormányzati témakörben. Arra jöttem rá, hogy egy teljesen megugorhatatlan történetre vállalkoztam. Ezért fogtam magam, és elkezdtem szépen felgöngyölíteni az elejétől a végéig. Először is, ahogy a Zsolt is itt visszaemlékezett, hogy hogy kerültem én ebbe a levesbe. Ugye valamikor még a 90-es évek előtt már elkezdtünk ilyen mindenféle dolgokkal foglalkozni, ami úgy hasonlított a térinformatikára, csak KED-nek hívták. Én konkrétan ugye a Gyuritól hallottam először arról, hogy van ilyen is a GIS, tehát, de lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki a Gyuritól hallotta ezt először. Aztán ugye marhára megörültünk, hurrá, 90-esek után itt van minden, itt a Kánán, és itt vannak az eszközök, és akkor marha jó lesz, most már mindent meg fogunk tudni csinálni. Hát aztán, hogy mit is csináltunk, erről fogok majd még egy kicsit beszélni, ugye itt van részletes, hogy én hogy kerültem ebbe a levesbe. Leginkább ugye ilyen területfejlesztéssel foglalkozó intézményeknél dolgoztam, mint a Váti, meg most a Lechner Tudásközpont, meg korábban is dolgoztam a Lechnerben, tehát olyan helyeken, ahol ezekkel próbálunk foglalkozni. És akkor nézzük, hogy hogy is van ez az önkormányzati térinformatika. Ugye nagyon szépen tudományosan le tudjuk vezetni, hogy mi mindent kéne tudni egy rendes önkormányzati térinformatikai rendszernek. Nyilván kéne valami jó alaptérkép, lehetőleg olyan, amin egy napra kész ingatlan nyilvántartás van. És akkor utána tulajdonképpen már egész jól lehet művelni a feladatokat, mert akár hatósági oldalról hozzá tudjuk kapcsolni a szabályozandókat a telkekhez, vagy akár a műszaki rendszereket tudjuk követni, melyik telke, milyen közmű van, mi nincs, mi történik, hogy élnek ott az emberek, fizet az ott élő adót, mit tudom én. Tehát ezek az általános önkormányzati problémák, és hát marhára megörült mindig, hogy tényleg ezek olyan információk, hogy mindig el szoktuk mondani, olyan körben, aki térinformatikával foglalkozik, hogy az adatok 99,5%-a térhez kötött, valamilyen vagy köthető. Hurrá, itt a térinformatika is mindent meg fogunk oldani. Ugye, hogy ez milyen komplex, ez itt speciál véletlen egy működő térinformatikai városi rendszernek az ábrája, ez a győri rendszer. Ezt azért vetítettem itt rögtön, hogy látszik, hogy ez itt már valami nagyon bonyolult dolgok vannak, mert közlekedési hálózatok vannak rajta, meg mindenféle korlátozások, egyebek. Na és akkor már korábban elhangzott, hogy volt erre egy megoldás, már annak idején 92-ben, ezt ugye úgy hívták, hogy térinformatikai nemzeti projekt. Ez a térinformatikai nemzeti projekt azt mondta magára, hogy most meg fogja oldani a települések összes problémáit, itt a térinformatika, pénzt is adunk hozzá, önkormányzatok, hajrá, marha jó lesz mindenkinek. A Bognár Vilmos kollégánk volt ugye ennek az egyik összefogója, az ő nevét már minden előadásban hallottam, nem, nyilván nem véletlenül. Nekem Vili arról maradt meg, hogy egyszer egy ilyen meetingen azt mondta nekem, hogy Zsolt, jegyezd meg a következő kifejezést, interoperabilitás. Ebből a következő 20 évben meg fogsz élni. Hát azóta több mint 20 év eltelt. Én lehet, hogy megélek abban, hogy interoperabilitás, csak még mindig nem látom, hogy lenne. Tehát mindegy, ez az élet. És akkor ugye itt már
néhány dolgot fölírtam, nem feltétlenül azért jöttem, hogy kritizáljam a saját területünket, de, hogy mondjam, próbálok őszinte lenni. Tehát, hogy annak idején, amikor indult a térinformatika nemzeti projekt, ez miért volt kevéssé sikeres, erre van itt néhány utalás. Ugye hiányzott hozzá a megfelelő szabályozás, hiányoztak a szabványok, hiányoztak az adatok, és akkor ugye akkor jött be az eszköz az országba, hiányoztak a képzett szakemberek is, akik ezt megfelelően kezelni tudták volna. És hát ugye marha drága volt minden, tehát örültünk, hogy a kokon való felszabadultunk, de rájöttünk, hogy ezzel nem mentünk semmire, hiszen marha sokba kerül ez a dolog, és akkor megint jöttek, mentünk a garázsba, és reszeltünk egy kicsit, hogy majd akkor csinálunk valamit olyan, mint az igazi. És akkor ennek az lett az eredménye, hogy ez a 16 település volt az első kedvezményezett ennek a térinfo nemzeti projektnek. Némelyikre én magam is rácsodálkoztam. És mivel rácsodálkoztam, úgy gondoltam, hogy kicsit körülnézek a világban, hogy az akkor legsikeresebb 16 településsel mi lett. És akkor itt látok ilyen piros meg zöld dolgokat, a pirosak némelyike nem látszik, mert csak egy vonal, mert nem találtam semmi információt, hogy mi van ma azon a településen. Ugye tulajdonképpen megállapítható, hogy ebből a 16-ból, ha jól emlékszem, 4 az, ami, ahol azt mondom, hogy van működő települési vagy önkormányzati térinformatikai rendszer, a többinél van egy-kettő, van valami, ami hasonlít, tehát van valami interaktív térkép, amin ezt-azt lehet böngészni. Hát ide jutottunk. Én örülök neki, hogy azért, ha legalább 4-5, de van, és ez. És még jók is, tehát ugye csak ezt tudnám mondani, hogy azért itt látjuk, hogy ha ezt elkezdik használni, és akik is közösségi térinformatikával is megvegyítik, akkor tök jó dolgot lehet csinálni. Tehát lakossági bejelentés alapján lehet követni, hogy hol rongálták meg a kereszttáblákat, meg mit tudom én. Tehát ezek nagyon jó dolgok. Aztán ugye ezt sokáig úgy hívtuk, hogy önkormányzati infotérinformatika, aztán jött egy ilyen újabb kifejezés, Smart City. Hirtelen mindenki okos lett, látjuk, hogy a kormányzás, a gazdálkodás, a közlekedés, mindenki okos, okos az egész település, és ugye ez a Magyarország térkép, amit ide vetítem, ez a Lechner honlapjáról van, ahol van nekünk egy ilyen felmérésünk, hogy hol vannak ilyen smart city megoldások, és akkor van néhány ilyen színes, az látszik, hogy ott azokon a településeken több is van, ahol nem színes, ott kevesebb van. Azért nincs tele az ország ilyen jelölőkkel, hogy hány helyen van működő smart city megoldás. A Lechner is próbálkozik ilyesmivel. Monorra készült egy ilyen okosváros projekt, ahova egy ilyen települési térinformatikai platformot készített a Lechner. Tök jó, mert csomó városüzemeltetési adat és országos alapadatok lettek összekapcsolva, a településnek vannak szenzorai, mérik a forgalmat, nagyon klassz dolgokat lehet csinálni, sőt, háromdimenziós modelleket lehet csinálni, ugye azért is vetítem ezeket, hogy mi az a fejlődés, amelyre halad a világ, amelyre mi is tudunk fejlődni, akarunk. Ugye a háromdimenziós településmodell az azért, hogy az épületek is megvannak 3D-ben, ha az épületek megvannak 3D-ben, onnan már csak egy ugrás, hogy akkor ezt a jó hangzású BIM nevű modelleket be lehessen hozni. Ugye a házak is valahol a területen vannak, tehát a térinformatika és a BIM az nálam mindig valahogy összefonódik, tehát ezek a házak megjelennek a településen. Ez a jövő. És akkor megint visszaestem egy kicsit magamba, és akkor visszaemlékeztem arra, amikor a Váltiban elkezdtünk településrendezési terveket térinformatikai alapon csinálni, és akkor elő is kerestem egy ilyen ábrát, ami egyrészt egy ilyen logikai ábra, másrészt meg, hogy
ugye ebben az volt a novum, hogy úgy tudunk területi elemeket vizsgálni, hogy hú, de jó, ezeket a réteget egymást tudjuk tenni, együtt tudjuk vizsgálni, hogy ezek hol vannak, és akkor tényleg kialakult a digitális település tervezés módszertana, amit aztán ugye nem nagyon adott fel a Váti meg a jogalkotó. Most július 1-től élesedik az ETÉR nevű rendszernek az utolsó modulja is, és ugye ez tulajdonképpen arra jó, hogy lesz egy olyan rendszer, ahol egy rendszeren belül valamennyi térségi terv megjelenik, és ez egy ilyen hátteret szolgáltat a tervek készítéséhez is, és ezeknek az egyeztetéséhez is. Ugye három modulja van, mondtam, hogy a harmadik fog most élesedni a tervező modul. A tervezői modul az azért egy érdekes dolog, mert ebben az ETÉR-ben benne lesznek a valid rendezési tervek. Most egyelőre ez megyei tervekig megy le, és így tudja majd segíteni a tervezőket. Valamint más mondjuk szakági, vízügyi és egyéb fedvényekhez is csatlakozni fog, ami ezen a rendszeren keresztül elérhető, és akkor megint valami új világba kerülünk, hiszen lesz egy internetes eszköz, ami ahhoz segít, hogy adatokhoz is hozzájutunk, és ezek az adatokkal még tervezni is lehet. Ugye másik ilyen önkormányzatokhoz kapcsolható dolog az az e-közmű nyilvántartás, ugye az egy szigorú önkormányzati feladat volt, aztán ebbe megint csak beletaposott az állam meg a Lechner, és akkor lett központi közmű nyilvántartás. Ez 2013-ban indult, és folyamatosan fejlesztik a Lechnerben azóta is. A dolog lényege az, hogy nem egy központi adatbázis van, hanem a szolgáltatók aktuális adatbázisába kérdez be a rendszer. Inkább csak néhány kép annak érdekében megint lássuk, hogy azért működik a térinformatika. Ugye ez azért egy fontos térkép, mert az előmutattam, hogy Smart City, illetőleg önkormányzati térinformatika azért az olyan nagyon még nem terjedt el. Ehhez képest viszont, ha azt nézem, hogy az e-közmű interaktív térképet szolgáltató rendszerek mennyire elterjedtek az országban, egy egész jó képet lehet már látni, és az e-közműben is továbbfejlesztés iránya, nyilván a 3D-ről már beszéltem, itt is a 3D a továbbfejlesztés iránya, ami egészen a kiterjesztett valóságig nyilván elmehet. Tehát adott esetben, hogyha ezek az adatok jók, akkor mielőtt fölvágják az aszfaltot, látják, hogy van egy cső alatta, vagy nincs. A kormányzati rendszerekről tudnék a legtöbbet beszélni, de nem fogok, mert nehéz lenne összefoglalóan beszélni. Ezért egy dolgot emeltem ki, aminek szintén volt némi részem a kialakításában, az országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer. Ez 25 éve van, működik, és egy igazi térkép alapú döntés előkészítő rendszer, amiben az a megdöbbentő, hogy ez nem csak 97-ben volt egy újdonság, hanem még ma sincs ebből sok. Pedig a Zsolt is mondott egy csomó olyan kezdeményezést, amik, hogyha egy picit tovább mennek, akkor azért ezek a fajta döntéstámogató rendszerekből az ember azt várna, hogy több lenne már. Itt a tejéről felírtam néhány dolgot, nem annyira fontos. Ami viszont fontos, hogy 25 év után a területi információs rendszer is megújul, leginkább új köntöst kap, tehát sokkal jobban néz ki, sokkal kényelmesebb, user-friendlibb eszközöket kap. És akkor azért, ha már kormányzatról beszélünk, megint csak nem a kritika szintjén, hanem inkább próbálnék a jövőbe nézni. Próbáltam egy kicsit azon gondolkodni, hogy mi kellhet ahhoz, hogy talán ez a kormányzati informatika, térinformatika, maradjunk a térinformatika jobban menjen. Ugye hosszú évek óta hiányzik, hogy a Gábor szlájdján még láttuk, amikor a
aktuális fejlesztési minisztérium fölvállalta a térinformatikát, és kvázi mint egy ilyen országos minisztérium fölött, tehát most konkrétan nincs olyan minisztérium, aki ezt felvállalna, ezt a területet. Nyilván ez nagyon jót tenne. Éppen ebből van, hogy az intézmény háttér egy picit szétesett. Nem minden ágazatnak vannak térinformatikával foglalkozó szegmensei, vagy térképeket alkalmazó szegmensei, inkább így mondanám, de azért ezek között nincs egy ilyen összehangolt együttműködés. Nyilván azokra, amikor Zsolt is beszélt, hogy régi projektek, metaadatok, adatok, egyebek elérhetősége, összehangolása, ezekkel lenne mit tenni. De én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos lenne, és azért én örülök, hogy itt a Neumannban tudunk egy picit így közösen visszaemlékezni, mert én mindig azt mondtam korábban, és most egyre inkább azt látom, hogy akkor lesz ez a térinformatika egy ilyen komolyan vehető dolog, hogyha ugye az IT egészével tud integrálódni. Tehát ez egy integrált IT terület. Nem hinném, olyan önálló lenne. És persze az mindig nagyon jó, hogyha a aktuális divatos területekhez tudunk kapcsolódni. Mindig van egy csomó fancy dolog, amiben a térinformatikát is be lehet lőni. Pár éve éppen a mesterséges intelligencia volt, most már úgy látom, ez kezd egy kicsit kihalni, tehát már az sem annyira fancy. Most az AI a fancy, de ahogy mutattam, tényleg van is területe, tehát a közmény, hogy ezt mutattam. És akkor azért mielőtt itt nagyon elkenődnénk, hogy 30 év után ugyanazokra a kérdésekről beszélgetünk, szó volt már a szolnoki konferenciáról, ami mind a mellett, hogy nagyon jó szakmai rendezvény volt. A szakmai rendezvényt kellemes esti beszélgetések követték, úgyhogy ezek ilyen eredeti szolnokról készült felvételek. Én is sokan ott voltam, meg ahogy körben ezek itt többetek ott voltunk. Szerintem szép emlékeink vannak onnan, ettől még szép jövőnk is lehet. Köszönöm szépen!